Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket egy elég rendhagyó videóval. Az a helyzet, hogy ilyen még nem volt a csatornán, ez az első, hogy lesz. Úgyhogy itt lesz most velem Wolf. Sziasztok! Hello, hello! És hát lehet, hogy ti még nem tudjátok, de csatornán még nem adtuk elő, de egy jó ideje mi már itt vagyunk. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az az egésznek videónak a lényege, hogy most egy sütős videó lesz a barátnőmmel, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit fogunk kihozni így. Igen. Mert... Hát nem sütős, igazából ilyen desszertet fogunk csinálni. Méghozzá a kókuszgolyót. Már itt vannak az adapanyagok, legyen belőle készítettük. Azokat inkább belőle készítettük, mert volt egy-két vicces rész. Vaki jelenetet lehetett volna felvenni, de... Nem baj. Nem baj. Nem csináltunk még, nem sütkéreztünk még soha együtt, ugye kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Úgyhogy szóval... igazából van egy receptünk, a hozzávalónk igazából vaj, vaníliaszukor, kókusz, lesz elég tej, amit még ott mondjuk ottan. Ugye darált keksz, kakópor, tej, ugye nem látszik, de roma-roma. És így és mi veled ki? Hát csak lesz meg a kókusz reszelék, amit majd ugye vele forgatjuk igazából. De egyébként itt van még a kókuszreszelék, hogyha nem lenne elég. Tehát, hogy de az elég bőven, lesz, ami ott van még. Van bőven egyelőre, hát meglássuk. Meglássuk. A hátteret ne nézzétek, felújítási munkák alatt van a ház, szóval az a rész csak azért olyan, amilyen. Illetve egy kis zenét kapcsoltunk vele, nem tudjuk, hogy mennyire fog hallatszolni, lehet, hogy egy picit adni fog rá egy picike hangot, de nem is. Nem tudjuk még, ugye most nem teszteltünk kivételesen hangot, nem baj. Kíváncsi vagyok, van egy receptünk. Na nézzük, mi újságban. Háztartási kekszet ledaráljuk, de... Van háztartási kekszet. Hát de már le van, mint darált kekszet. Darált kekszként van. Szóval daráltban már le van darálva, szóval igazából abban már nem kell foglalkoznunk. A vajat, a porcukrot, a vaníliás cukor kakaóval és tejjel és a rumarumával. Ú, sok mindent bele kell, szinte majdnem mindent bele kell tenni. Hát igen, lekészülök, beleveszem az órámat. Ha jól nézem, a kókuszreszeléken kívül amúgy az összes alapanyagot kell használni. Jó, de hát akkor kezdjük sorba. Akkor darált keksz. Reméljük, nem lesz semmi komplikáció. Aha. Igen, amikor nincs... Maradjunk annyiba, hogy én nem vagyok a legjobb. Mert ez telébe 500 gram kell. Igen. Ha. Annyi a lényeg, hogy én elég vénán bontok ki dolgokat, kacok, szóval ne kövezzetek meg. Illetve olló hiányunk van. Igen, nem találtunk. Mama úgy elrakta, hogy nem találják olló. Jó, valamint kételkedek, hogy elég lesz-e. Jaj, itt már picit jobban szét lehet szakítani, aha. Ha mondjuk jönne is ötkor. Hát ilyen kis jó kis páros, tudjátok. Aha. Ez jó lesz. Igen. Félő nem lesz elég. Na igen, skacok, erre készüljetek föl, hogy amikor csináltok bármit. Bármit. Jó, mert el lesz pakolva. Várjátok, megmutatom nektek. Szóval konkrétan tele van. És igen. Remélhetőleg van nagyobb tányér. Hát nem is az, hogy nagyobb tányér van, azt tudom javasolni, hogy nagyobb tányér nincsen, srácok. Azt tudom mondjuk javasolni. Mondjuk a másik pontot nem kellett volna, mert a kakaóban mennyi kell? Kakaó? Kettő ebből kanál. Kettő ebből kanál? Mert azt tudjuk csinálni, hogy megfelezzük. Tehát egy kettő. Na szóval ott tartottunk, hogy megfelezzük a darált kekszet. Ami azt jelenti, hogy akkor egy és egy fog belelni. Igen, tehát mindketten akkor mindebből felezünk. Hát úgymond felezünk, mert... Ja, mert ezt ugye egy tálba kéne összegyúrni masszalra, nincs nagyobb tálunk. Nincs nagyobb tál. Na hát akkor kezd el átpakolni, addig én nézek még zenét. Ez egy érdekes lesz. Mert közben... Akadt egy kis technikai probléma. Addig, amíg van technikai ok, addig itt közvetítem a zenét. Kicsi zenét adok fel, a fangot. Nagyon kicsi. Megpróbálom kihozni, hát nem nagyon-nagyon szabályosan a fele, mert így nem lehet, de... Oké, okay, darált keksz, de vaj. Most a vajat hogy felezem meg?
Jó, hát végül is reméljük, hogyha végkifejletnél a massza, az reméljük, hogy ugyanakkora lesz. Igen. Bízom. Magyarul konkrétan most... Ja, mert bár... Kézzel már közben reklámot kaptam. Szóval, hogy... Hát meglátjuk, hogy mennyi lesz azoknak a folytásban. Tudom. Ez távol. Hát sikerül, ahogy sikerül egyébként. Jó, ez most az a picikám. Hát igen, így haladunk eddig. Most jöhet bele a kakó. Nem, most jön a porcikor. Na akkor várjál, méregesed. Jó, az ilyeskedj. Lesz, hogy egy kanál. Egy kanál. Mennyit kell a vaníliás cukorban? Vaníliás cukorban kereken egy csomag, de hát annak most a fele. Felbogtam. A maradék meg ebbe megy. Hát most kénytelenek vagyunk felezni, srácok, mert nem tudom, hogy tudunk mit csinálni. Igen. Ezeket meg majd elpakolgassuk később. Egyelőre most csak ide tesszük. Aztán úgy se látszódik. Akkor dátban víz, vaníliás cukor. Kakaó. Na, avval jártunk a legjobban, mert egy evőkanál és kettő evőkanál kell összesen. Nekünk meg hál' Istennek pont, mert ketté van osztva, így tudunk felezni. Gyors megoldás. És okos. Igen. Gyors és okos. És okos, már ez sem kell. Mi kell nekünk? A tej. Na, a tej az több vicces lesz. Igen, mert meg a rád, meg a rum. Meg a rád bíztam a rumot, így ennyi van a tej, mi? Jó. Aha. Az érdekes lesz mondjuk megfelezni, mert mennyi kell belőle? Hát kettő deci kell, tehát egy deci, egy deci. Körülbelül. Tudod azt, hogy megvárad a porrat? Hát reméljük jó lesz. Az ebben többen tudod. Nem baj. Nem baj. Remélem, hogy nem van még. Hogy kézzel gyűrjük? Vagy össze? Hát szerintem kézzel gyűrjük. Na, kérdben mennyi kellett? Abból kéne amúgy 0,5. De hát most a rum, szerintem srácok, most a rumot érzékre fogjuk tenni. Igen. Amúgy is jó, ha rumos a kókuszban, jó amúgy. Én szeretem rumbal például. Ennyi, nyugodtan, érzésre. Nem beledrejtjük az egészet is, csak akkor túl rumos lesz. Hát túl rumos lesz. Túl rumos. Jó, hát most ennyit teszünk bele, majd megkóstolásból fogjuk. Majd a tésztáját fogjuk megkóstolni, nem? Jaj. Jó. Hát akkor nagy Isten, hajrá. Isten. Nagy hajrá. Aha, de jó lesz. Aha. Életünkben mondom, én legalábbis... Semmi kérdezem maga most. Én életemben most csinálok. Maszadta, bocsánat, maszadta. Én most csinálok életemben először a kókuszkodót, nem tudom, hogy te vagy vele. Hogy te most csinálok. Amúgy nagyon jó illata van, srácok. Azért bevallhatjátok ilyen kamerás rész ritkán van, nem? Spacok azért ritkán kapcsol a kamerát, ezt tudjátok. Amúgy félek, hogy nem lesz elég a izé. Nem is nagyon kakaóporos, tehát lehet abból még kéne tenni. Jaj, de jó. Ezt a masszák vagyunk. Tegyünk, nem, neked mondjuk nincs benne még kakaó, vagy tegyünk még bele kakaóport? Nekem olyan darálkekszes még az egész. Uh-huh. Tegyünk még bele? Egy-egy kanál. Ilyenkor ízlés szerint lehet alakítani. Megmutatom. Ugye nekem így néz ki, nem tudom fények, hogy fog változni. Hasonlítsunk, akkor az enyém meg így néz ki. Igen, tehát, a tényben kevés tej ment amúgy azért. Nem baj, még van alapanyagunk, tehát hogy nem probléma, de akkor teszünk még bele egy-egy kanál kakaóport. És remélhetőleg jó receptet nézett Viktor, mert nem én néztem a receptet. Én néztem a receptet, igen. Jaj. Nem baj, hogy főtakarítunk. Mert utána a takarítás mindig utoljára marad, és akkor tegyünk még bele a tejet? Hát a tiéd legalább igen, mert az enyém az jó lesz. Az enyém nem értem. Igen, az a vicces, hogy pont a hűtő tetején van a procedúra. Vagy előre így hagyjuk. Na, mert nagyon olyan darkeszes az egész, és így. Vagy ennek össze kéne állnia. Igen. Úgy, mint az enyémnek. Azért mondtam, hogy kicsit csak ment az enyémbe. Hát max az van, hogy nem. Tudod, feleségesen csinálják, a szóval lesz. Nem tudom, majd kiderül. Nem úgy jöhetek, de sem néz ki. Ezért ezt ajánlom mindenkinek, hogy inkább a barátnőtök nézze meg a receptet. Jól van már.
Jó van már. Mielőtt a pasi belekezd, mert... Azért, most azért mondja, mert az én ötletem volt az egész, és megkérdeztem, hogy van-e kedve hozzá. Az anyja majom az. Ilyen alakul. Mondjuk te kevesebbet is kaptál amúgy. Miért? Hát miért nem látod a tiéd, hogy kicsike az enyém, meg milyen ekkora? Mert már összegyúrtam azért. Na, baj. Addig gyúrogass, ezt addig megpróbál megoldani. De ne rász szét minden fele egyszer. Jól van már. Gyúrjad. De ez van valami, az jó formán egyben van. Nem már kérlek rá. Ja. Nyomod? Ez a helyzet, mikor köszösödik a kezünk is. De ez szerint van. Ugye? De nem hiszem, hogy az én hibám. Várjátok. Kicsit, hát tegyél még bele tejet, vagy még valami kakaóport, hát tegyünk még bele. Hm? Ne? Abban nem kell? Nem. De jó rum illata van. Nem. Nem káromkodjunk. Nem hallatszódott. Kedves. Tudod, ez az egy szabályom van. De amúgy neked, amúgy miért lett is a tiéd az enyém? Amúgy? Nem tudom, szerintem a kakaóbor, de szerintem mert az enyém nagyobb massza. Most megpróbáljuk kialakítani az ő masszáját is, mert amúgy nagyon kezdődik a kakaóbor. Majd azt megoldjuk utólag. Kakaóbor irány lesz. Azért mondom, mert figyelj, nyugodtan, nem sajnáljuk. Jó kakaós, ez ilyen. Hogy legyen. Jó, várjál, adj dolgozni meg. Adj dolgozni, hogy van? Jó, az úgy. Jó kis idős videó. Mit számít? Szegény volt. Mama az nem néz YouTube-ot. Bárki látja a videót, ne szóljatok a mamának. Vlogot nem akarom látni, jó? Ezt a vlogot, aki lássa, ez nagyon kamu, szóval ezt ne higgyétek. Inkább ezen a mi csapatunk fog kiégni, mert ő egyébként egyik a csapattagjaink közül senki nem tudja, hogy mi ezt videózzuk. Majd nekik is meglepetés lesz a YouTube-on. Ugye, srácok? Jaj, de látom már őket előre, hogy vagy Discordon, vagy a komment szekcióban már látom őket előre, főleg már tudod, kikre gondolok, nem mondok neveket. Sifert nem tudom. Ja? Példa. Igen. Vagy, igen. Vagy. Igen. Direkt nem mondjuk a neveket. Valamelyik csapattagunk. Csapattagok, inkább úgy fogalmaznék. Na, most kezd is jól menni. Mert nem adja meg neki a igen. Jót. Azután mennyit kell mosogatni ma a srácok, azért ezt is. Igen. Na, elég szerinted? Jó, már amúgy alakul. Na most már egy kicsit túl csokis. Nem baj, én csokis kókusz vagyok. Végül is. Hát de alapból az csoki golyó. Kókusz lesz elég meg gyakorlatilag. Igen. De ez vicces lesz, srácok. Ezt már látom előre. Hány percnél járunk az ugye, nem megnézem, kíváncsi vagyok. Aha, jó van. Annyi, legyen elég tártélyen. Ahol küzdeni kell. Mondtam, hogy felváltjuk az enyémmel is. Van elég tár, hogy majdnem 50 percet tudok rögzíteni. Nem tudom, szerinted jött a golyózás? Egy pillanat. Hát utána gondoltam. Stéphának pakoljunk egy kicsit összél, mert ez szerintem itt diszkóvalom. Azt majd utána. Nem kell várni. Nem, az csak, hogy a célt utána. A felesleges alapanyagot ugye elveszünk, főleg ami fűtős. Nem mondjuk az lakokóforgum, az maradt. Azok maradt? Értem. Most nézem a pólom, hogy milyen lesz. Semmi vagy. No para. Hogy megmozgott a kamera. Igen. Sajnos a hűtő tetejére tudtuk megoldani, hogy... Vegyél egy kisebb darabot? Ne, még nem kell. Jó lesz. Mondjuk nem hiszem, hogy így a fölpacsitát. Jaja. Szóval alkottam, és ilyen állaggal hoztam, mint amúgy a másik. Jó, az állaga, mégis állaga is, meg íze is jó. Uh-huh. Úgyhogy... És még nem sem sok benne, szentsége. Amúgy igen, tök passzol így az egész az amúgy. Vagy az képest, hogy szemre mutattam. Uh-huh. Most kell nekünk egy tál. Kérlek a golyózás, Kató! Szóval... Itt lesznek a kókuszgolyói. Hát egy picit összép tehetjük, de...
Végül is úgyis nekünk kell asztalt takarítani. És akkor... Kicsikek olyókat csináljunk belőle. Kicsikéket? Uh-huh. Igen, akkor átra, nem? Ugyannál a jobbra? Nem jól mutatom. Körülbelül ekkorákra. Kicsikéken jövő. Hát jó, ez most már ekkora lesz. Akkor ez lesz a teszt. Egyet teszteljünk be. Nem mutatom meg te? Haj. Hát igen. Így néz ki. Nagyon kincsi lesz. Várjál, az első az tesz. Igen. Megmutatom az enyémet. Kicsit picit kisebb, de jó lesz szerintem. Ez jó! Nem szoktuk tudjuk ajánlani, úgy hiszem, mert csináltuk. Na, akkor. Ki lesz a vendégünk, Egyko? Aki először megnyomja a feliratkozást, az megkapja az első golyócskát. Annak adunk kókuszgolyót, ugye? Uh-huh. Így van. Felcsatornán is menjen majd leírásba? Uh-huh. Jó. Na, alkossunk. Utolsó golyócska következik, mert közben a tányvesszat szerintem láttátok, hogy megkaptam a masszát, és akkor én csináltam a golyókat, ő pedig mártogatta a kókuszba. És az utolsó. És az utolsó, hát a maradék az már csak ilyen... Ham-ham. Ham-ham, azaz. Na szóval... Mutassuk egy... Gyerekkor. Na hát eléggé... Ez lett a eléggé szép adag. Még nincs megdermedve, de... Lehet, hogy arról lesz még később egy kis rész, de nagyjából meg vagyunk. Úgyhogy... Ügyesek voltunk? Ügyesek voltunk, szerintem. Szóval... Hát igen, készen lettünk. A szenvedések árán. Volt csatornája a leírásba. Iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel szerintem, mert jövünk még ilyennel. Ja, igen. Ha tetszett, lájkolt, megosztás, nyugodtan. Illetve majd az én csatornámon is lesz majd egy kisebb részletes videó a hetekről, és hát a napokról. Úgyhogy nem tudom, hogy még teszünk-e esetleg, vagy valahova még kiteszem esetleg azt, hogy milyen megdermedve, bár igazából így is nagyon finom, tehát hogy nincs vele semmi probléma. Úgyhogy kacok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, remélem. Máskor is még benéztek hozzánk. Azért mondom, ez az első sütős videó nagyon rendhagyó, tehát igen. Szerintem meglepődés. Érdekes, tehát hogy mi sem számítottunk, hanem mi is gondolkoztunk, hogy csináljuk, ne csináljuk, de úgy voltunk vele, hogy miért ne vágjunk bele.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk még legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!